Erőtegiségek váltása. Itt a Galágim csinál, raptőm és a szolgált jelentkezem. És hát újra itt vagyok egy kis Manor Lords résszel. Ugye az előzőkben egy elég rossz kezdésnek lehetetek szemtanúi, úgyhogy arra gondoltam, hogy fogunk kezdeni egy teljesen új pályát. És hát ugye ez az első nap, minden ugyanúgy alapbeállításon van, mint ahogy az előzőkben semmi nem változott. Viszont van egy gazdag a vaslelőhelyünk, van bogyónk. Egy kis kő, úgy agyag, és itt vannak az állatok. Azt mondja, hogy van itt len. Tehát itt van ugye a len, tönkölybúza, és itt meg az árpa. Tehát itt egy nagyon jó kis hármas mezőgazdasági területet ki lehet alakítani. Itt ezen a részen. Úgyhogy valószínűleg itt kezdjük el a várost, és erre lefele fogunk elkezdeni terjeszkedni. Szerintem... De majd mindjárt kijelöljük itt az utakat. Hopp, nem. Hogy volt? Len, árpa, rozs az ugye mindegy. Tönkölybúza. Azt mondja, hogy az árpa van itt. Az árpa van itt. Az út az szerencsére nem kerül semmibe. Ez itt ugye az árpa. Jó. Így van. Majdnem eltaláltuk. Árpa. Tönkölybúza az em ide van. Itt van egy kis kő, ugye ezt meg ki kell bányásszuk, agyaglelőhely, oké, tehát ez itt biztos, hogy így fog megjelenni nekünk. Így. Így. Itt elvileg van egy felszín alatti vízkészlet. Tehát ide majd jöhet egy kút. Az itt jól fog mutatni. Igen. Szerintem majd a kút mellett lesz a templom, bár itt van egy domb. Kérdés, hogy engedi-e majd ide a jövőt. Szerintem engedni fogja. Igen. Jó, hát szerintem a favágókkal itt elkezdjük ezt kitakarítani, és majd utána áttelepítjük legfeljebb a favágást, ja. Így kezdjünk itt egy favágóval. Egyelőre itt is kicsit szépen kitakarítja a dolgokat, hogy itt is van egy út, ami nem rossz. Favágó és ugye a tűzifa. Na most a tűzifa az mindig bajós árnyak. Az lehetne esetleg most itt. Egyelőre ezek még ne épüljenek meg azonnal. Kivéve ezt. Igen. Kellni fognak ugye házak.
Ha nincs elég, azt mondja. Mindenképpen megépítetjük ők gyorsan, hogy is szedjék kifele nekünk a dolgokat. Észletek! Ezt is be kéne hozni ide. Befejezve, ide már azonnal jöhet egy család. Az lesz, azt majd csak ki kell pörgetni szépen. Is van. Négy embernek szállás. Oké. Okay. Another beam coming up. No. Lécike. Summer's coming soon. Big with us and he wants fun. És azt mondjuk, hogy... tudunk ide raktárt tenni, tudunk. Egyet vagy kettőt is. Hát egyet biztos. Hogy csinálunk egy másik dolgot, hogy ezt itt kialakítjuk piacnak.
Így. Mondjuk így piacnak kialakítjuk. Esetleg. Oké, ami van pénz, azt el kéne költsük, hogy zöldség, tojás legyen. Minél több az élelem, annál jobb. Itt lesz akkor a templom majd. Emelkedett a településünk szintje. Most foglalkozhatnánk egyből méhészettel például. Az sok embert igénye, ezt viszont be tudnánk tenni a kert végébe. Vagy pedig rámehetünk a pékségre. Vagy csapdázunk. A legfontosabbat felejtettem el, a kaját biztosítani nekik. Igen, itt a vadász. Ez. És ez, ha lehet, akkor a legmagasabb legyen. A másik pedig ugye a gyűjtögető, mert... Ez is a legmagasabb. Oké, itt lehet agyagos még. Erre jöhetünk szépen lefele. Még raktáraknak. Már eltűnt az út. És utána jöhetnek megint a házak, ide szépen sorba, körbe. Ezeknek jó nagy kertjük lesz. Nem? Állj. De azok maradhatnak. Maradhatnak. Itt tesszük majd a kocsmát. Hogy raktározás, magtár. Magtár az mindenképpen kell. Igen. Nem fog elférni a kettő. Jó lett volna, ha elférsz. Mit kell nekik? Biztosítsunk tüzelőt, élelmet. Igen. Így. Így.
Lehet valahogy fejleszteni, hogy gyógynövényt is szedjen ki. Az pedig... Az pedig nem tudom, hogy hol van. Itt úgy le vannak zárva. Korlátlan ideig van, ez vasnak nagyon jó lesz. Akkor fegyvereket tudunk gyártani. Mi kereskedelem? Nem. Színégető, ugye abból tudunk oda lemenni. Szerintem mi majd ezt az utat választjuk. Mert ugye a pékséget. Oké, van ház elég. Elfogy az élem, hogy el az élem, ne esetek pánikba, nyugi. Megoldjuk a helyzetet. A raktára kéne még rámenni. Majd is tudnánk ilyen kis izét, ilyen kis piacot létrehozni. Ide, hogyha majd teszünk le még egy raktárat. Aha. Milyen nem férsz el itt, te? Jó lett volna, hogyha elfér. Vagy valahova áttesszük, akkor lehet, hogy ide. Itt lesz még egy. Raktárnak való. Nem tudom, tűzifából is mennyi kell. Vagy érdemes esetleg majd kettőt letenni. Tűzifa meg kaja. Nagyon jó. Jó, viszont van egy olyan, hogy cserző talán. Ez. Ha legyen az ipari zóna. Idézőjelesen ipari zóna. Szerintem ezt választjuk annak ki, ha már itt elkezdtük. Mondjuk itt... Még el is tudom hozni az utat. A templom az itt lesz. Ha meg lesz a templom, akkor tudunk polgári házakat létrehozni. Ahhoz viszont kell a fűrésztelep és beköltözött polgárok. Jó, hontalanságot megakadályoztuk, az élelem az jó. Én a fűrésztelep. Nem lenne jó a templom mellett legyen. Ez itt tökéletesen elfér. Ezt tegyétek át oda? Ez itt megmarad akkor a templomnak. És akkor a fűrész telepet meg majd... Meg majd ide fogjuk hozni. Szerintem itt ez a rész lesz a fűrész telepé. Mondjuk itt is itt lesz majd a fatermelés. Ez kenyér.
Ja, milyen hamar csak lehet, hogy a polgári telkeket itt meg kéne építsük. Most fölhúzza a magtárat, de meg szerintem föl fogják húzni a sima raktárat. Csak utána már jönni fog be pénz. Reméljük ez a piac tér elég, ha nem, akkor majd teszünk még, itt lesznek ilyen kis lukak, foltok, ahogy be lehet foltozni. Oké, állítsunk fel milíciát. Pont nem tudtuk szerintem a magtárba bevinni a kaját, tehát pont jött ez az eső is, úgy oda lett a kenyér. Még jó lett volna, hogyha sikerül. Csodás időjárásunk van, szakad az eső. Oké, nem tudjátok hova tenni a izétnél, kaját gondoltam. Pedig van magtár, meg ugye de kéne ember. Cserzőműhely, nagyon jó. A templom is ruhás bódi, ami szükséges. Az be kéne indítsuk ezt. Viszont kellene még ember árdat. Olyan, hogyha sokan költöznének be most így hirtelen, vagy ketten. Cserzőműhelyt is el tudnánk indítani, meg a... A fűrészmalmot is. Ugye házak azok lennének. Aztán 6-6 darab ház van. Igen, ezt viszont be kéne indítsuk mindenképpen. Hát köszönjük szépen, már mehettek is dolgozni. Welcome in board. Elloptatok egy tojást? Úgy szemetek. Hatékonyság 100%-a hatékonysággal működnének. Nagyon jó. Ez most az én területem, várjunk már. Itt az én területem. Tűzzel is egyedül az öltözék az, ami nincs. Ugye el kell indítani a cserzőműhelyt. Oké, gyűlik a deszka. Hamarosan lesz templom. Ami fontos lesz. Az a vizet, hogy erre nézzem, vagy a másik irányba. Szerintem ez jó lesz, így. Egy tojást. És már indíthatjuk is a cserzőműhelyet. Nagyon jó. De meg szépen be fogják hordani mindjárt a terremékeket. Tudjuk már fejleszteni? Tudjuk. Kisebb istáró lesz. Egyedül a templom hiányzik csak.
És mindenünk megvan. Akkor tudjuk elkezdeni szépen fejleszteni a kis házainkat. Még jobb lett volna, hogyha ezek a templom felé néznek. Ezek a másik irányba is azokkal szemben, de most már mindegy. De meg majd jön a kocsma. Vagy ide. Mert az fontos. Meg majd itt lesz a kocsmárosnak a... Tudjátok már ide gyorsabban ezért cuccokat? Megint jött egy újabb család. Az jó, mert akkor ő elkezdett foglalkozni a magtárral. Hát ez így nagyon jó. Minél több család jön, annál jobb. Jó nagy jelket fognak kapni. Na? Mi van, templom? Épülj meg, még van mindenből. Húsból, kajából, tűzifából, amit csak akarunk. Picit jobban tartjuk magunkat. Közeleg a tél, nagyon jó. Állatokat levadáztuk. Innestől majd a zöldség, gyümölcs, tojás, ilyenek lesznek a fontos dolgok, deszka. Újabb családköltszök. Akkor tiéd a raktározás. Kis istáló. Jött egy újabb család. Egész gyorsan költözünk most befelé. A gyors beköltözéssel több élelem is kell. Nem jött, csak a favágó tábort, hogy elköltöztettem azért. Most jött egy család. Ez a templom nincs még kész. Mit fog szólni a malom vajon ehhez a részhez? Malom.
Aha. 98%-os hatékonyság, 99. 96. Király épül a templom. A kerítés gyors felállígatják. És kész vagyunk. Csak valakit be kell dobni. És meg is jött a helyi pap. Ennyi. Nincs kétféle kajátok, mert... Mindegy, mert egy szintet most lépünk, hogyha ez a kettő fölfejlődik. Elvileg, ugye? Aha. Így van. Pedig van tojás is, meg minden. Tehát többféle élelem is van. Nem értem. Mondjuk bogyóból csak 54 van. Van ruha nemünk. Vágják a fát össze, mint a szél. Pedig van tojás is, tehát több mindenki is. Lehetne. Ezeknek nagyobb a kertjük, úgyhogy ezeket fogjuk majd fejleszteni legközelebb, ha meg lesz a pénz. Mindjárt kész lesz. Plusz család jött, nagyon jó. Is van. Van két pontunk, ezt majd okosan kell elkölteni. Ó, de jó, hogy elloptál a kis bőrünket. Szemetek. Az élelemmel van nekik probléma. Step right up and sample. Mindig pedig van hús, úgymond. Tudnak húst szedni, ki. Okay.
De majd teszünk valamit, a más nem piacot. Mennyi kell a kocsmának? Na jó, van nagyobb. Itt lesz majd a kocsma. Egy ilyen vastagabb utat, ez az így a fő utca, és akkor ide meg jöhet a kocsma. Ez még ráér. Ennek még van ideje. 365 nap múlva meg fognak minket támadni, tehát arra föl kéne készüljünk. Vagyis akkor a vasat lehet, hogy el kéne kezdeni kitermelni. Van még emberünk bőven. Vagy rá kéne menni a kajára jobban. Kovács műhely. Olvasztó. Vas. Jöhet ide a vas. Itt lesz majd még egy raktár. Laknak mindegyik házba, vagy még nem? Lehet, hogy laknak. És itt lesz a kocsmárosnak a háza. Na, akkor máshogy csináljuk. Két házat akarsz, de miért kötöd oda ahhoz? Jó, megoldjuk másképp. Semmi gond. Akarsz szivatni, nem fogsz úgyse. Lehet ez egy ilyen nagy ház, vagy két kicsi.
Itt úgy be vannak az erdőbe telepítve a házak, hogy semmi nem látszik belőlük. Azokat jó bedobtuk oda. Oké. Nincs elég pénzünk rá. Nem is tudjuk fejleszteni pont amiatt, mert nincs elég kaja meg ilyesmi. Csak bogyóink vannak. Igen, az élelem az, ami kevés. 15 kéne, hogy tudjunk ide letenni még egy zöldségest. És akkor ellássa itt a falut egy kis plusszal. Adtunk ki nekik bőven feladatot. Jobban páncélozott katonák kellenének. Vagyok megelégedve, hogy nincsen. Jösszük a vadászokat, hogy picit szaporodjanak el az állatok. És akkor hát, hogyha lenne több kaja. Úgy költöznek be, tehát ezzel nincs gond. Lesz majd aki dolgozzon. Csak ezeket át kell, hogy alakítsam. Zöldséges csinálja már magadnak. Aha. Aki jóval nagyobb a parcellája, hát hogyha ő többet fog termelni. Az még nincs kész. Tudunk lakóhelyet bővíteni. Kocsmáros nőnek. És ha kocsmárosnak bővítünk, akkor ugye lesznek pincérek is. Oda megy lesz a forgalom, új polgár. Szuper. Ez kész van-e már? Ezt egy picit húzzuk már meg. Tudom, sok a feladat, de... Hagyjátok meg, hogy jó legyen. Hogy állunk? 16. Pedig itt úgy van tojás meg minden.
Szipan az rengeteg van, az, az bőven van, tehát az, ha nincs gond. Jó lenne a faszén is, mert az jobb tüzelőanyag. Ezt meg tudnánk, mi kell itt a izék? Ez 5 darab. Ez jó lenne, ha még tudnánk növelni. Csak hamarosan meg fognak minket támadni, tehát addigra meg jobb lenne páncélokkal is felruházni a népet. Ez a kettő, ez jó lenne. Ugye mind a faszén. És mind pedig ez. Lekérjük. Nincs más, utána meg a bánya kell ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. Jó, és hol tudunk faszenet igényelni akkor? Itt? Nem itt. Kőfaragó bánya. De jó, kőfaragót letettem végül. Lehet csak nem kezdtem el kibányáztatni a követ. Ezt kezdjük el kibányászni. Nem, ez külön épület lesz. Olvasztó? Nem. Agyag? Nem, nem, nem. Nem, nem. Faszén égető. Az igen, ez nem kicsi. Az nem kicsi. Jó, ezt indítsuk meg. Ez kellene, nagy uram. Aha. Vissza. És akkor hát, hogyha több épület is kajában előrébb lépne. Nincs elég kajánk addig. Hogyha meghoznák a húst meg ezeket. Egy kis répát talán még? A tyúk tojást? Lenne itt, hogyha picit több lenne a cucc. Na, nem. Jó, költöznek befele, jó. És levadáztak egy csomót. Valaki? Ó, ilyen messze van az élelem bódé, vagy mi? Pedig itt van 4 hús.
Ezek jöhetnek is akkor abban a pillanatban. Ez is. Ezt próbáljuk kijátszani a játékot azzal, hogy fölfejlesztjük itt a dolgokat. Ez most üres? Nem. Pedig 6 hús is, az is jöhet. Ez is jöhet. Azaz, épüljetek csak át szépen, jöjjön a pénz, hadd jöjjön a lóvi, 17 ez az. Jön befele a pénz. Ezt át kell alakítsuk Kovács műhelyé. Ez íjakat tudna előállítani nekünk. Ez 4 deszka kell csak. Hogy jöjjön. Ez is. Jó lett volna még egy kis zöldséget is termeltetni velük, de... Már fejlődhetsz is. Ő fejlesztés alatt van. Azoknak azt mondhatja, hogy nincs bennük kaja. Üzelő van, de kaja nincs. Csak eljönnek tán a piacra. Elmegyünk a faszénre. Meglátjuk. Két családunk van eddig.
Oké. Okay. Azt mondja, hogy... hol is van? Itt. Ez kell nekünk. Így. Hát én nem ezt kértem. Ez kerítés. Hát én utat kértem. Nem kerítést. Ez most mi volt? Ez egy kerítés, ez nem út. Körbevettük fallal az egészet. Utak elhelyezése, kerítés lett, maradhat. Oké. Hogy tudom tovább fejleszteni, hát az elején még adott ki egy csomó mindent. Na jó, ezt nem értem. Hogy ez most mi akar lenni? Tizenegy pénzünk, ez az. Kereskedelem majd itt lesz. Én utat akartam elhelyezni. Termel valamit? Termel. 5 faszén van. Ott a vas. És hova viszitek a legtermelt cuccokat? Aha, ott van, van egy láncsa, van oldalfegyver, íjak. Jó. Készülnek végül is a szerszáma. Csak a pénz nem akar jönni. Jó van, húz.
hogy ezt most megépítik, utána nem is tudok semmi mást. Építkezés általános. Aha. Jó, majd meglátjuk, ha kész lesz, hogy akkor tudok-e még valamit hozzácsapni. Kilencven, hatvan, kilencven. Oké. Na, kész lesz a ház. Aha, de tudunk. Jó. Külső torony, helyőrségi torony. Na, ezt csak ide tudom tenni. Hát ide is le tudom végül is. Jön akkor, hogyha én ezt ide teszem. Akkor kiterjeszti a határt, ahova építhetek. Nagyon jó. Külső torony. Falak. Na várjunk, akkor ez most itt mi? Aha. Értem. Vagyis hát nem értem, de biztosuk be. Ez is kiterjeszti a határt. Aha. És ezt utána tudom mozgatni. Wow. Megforgatni is. Jó. Ja. Azért nem tudom, hol a bejárata. Ezen nincs ajtó. Ellopták. Ez úgymond a fő torony akkor, ugye? Lesz. Itt. És akkor te pedig itt. Így, és... Na. Nem. Erre. De nézzél már ki valahogy normálisan. Ezek a falak? És ez miért fordult? Aha. Ott van egy út. Az nekünk nem kell. Így. Nagyjából így.
Miért ide köti be? Mi van még itt? Helyőrségi megvan. Ez mi? Az adózási ház? Vagy mi volt az? Még ez lehetne egy picit erébb. Is akár. Mondjuk így. Az öltözékek nem elég jók. Az élelem az meg tragikus. Jelenleg. És meg is fognak minket támadni. Mennyi család van? Ez kifogyott. Aha. Jó. Oké, itt jöhet a búza, vetésforgó, ugar, árpa. Hol volt a lenne a legjobb? Pont itt. Akkor az árpa helyett itt len lesz. Meg az árpa. Búza ugar len. Len árpa ugar. Akkor ugar. Árpa. Árpa és búza. Búza ugar len. Len árpa. Árpa és búza. És akkor van búza egy. Kettő, len egy-kettő, és akkor árpa is egy-kettő. Jó, közben, itt a szélhalmalom hatékonyság 100%.
Olyan. Viccelsz? Ezt már is ide lepattintjuk. Gondoskodok is róla, hogy itt a környéken ne is épüljön semmi. Valakit meg pékkel avanzsáljunk. Azt nem tudjuk. Csak közösségi péket tudunk. Egyelőre. Az pont itt jó is lesz. Pénzt kell gyűjteni minél többet. Kocsma. Fel kell fogadjunk egy zsoldos hadsereget. Pajzsot miért nem gyártunk amúgy? Kinek a feladata a fegyvergyártás? Bács nektek. És nem tudom itt átállítani, hogy mit csináljál. Na de. Aha. Persze. Sisakot termel csak. Magtár 47 kaja. 24 kard, 38, 10-valahány sisak. Az élelem ellátás 40%-on van. Jó, termelünk szenet is rendesen. Igen, az öltözék az kevés. Szerintem ezek nem termel. Kecskéket kéne hozni. Élelem 2 hónap, tüzelő 7 hónap. Hát az élelem az. Most kicsit csücskös lett. Hiszen nem is tudunk több családot behozni. Egyenlőre. Az biztos, hogy ő lesz a kocsmáros. Tehát ha föl tudjuk fejleszteni, akkor ő lesz a kocsma. Menedzser. Hát a kaját csak ezzel tudjuk szerintem megtolni. Közösségi kemence kész. Hogy embereket kell még lehet hozni. Így. Na hát szerintem jobban állunk most. Mint az előző, elfogyott az élelem. Hát az probléma. Hát van még azért egy kicsi. Még nem fogyott el. De igen, most elég csücskös a kaja. Tizenöt nap múlva meg itt van a támadás. Hát meglátjuk, hogy ezt a támadást túl fogjuk élni, meg hogy tudunk zsoldos hadsereget toborozni, hogy mire jönnek addigra.
Bár van elég katonánk szerintem. Nem tudom, mekkora támadás fog most így érkezni, így elsőre, de szerintem van elég katonánk. Meg tudjuk ezt fogni. 46 darab rönk kell. Az komoly. Lenne ugye a legfontosabb, hogy hozzanak, hogy folyamatosan tudjunk kenyeret gyártani, mert ugye most jelenleg ott állunk, hogy 9, azaz 9 darab bogyónk van. Baromi sok családra. Meglátjuk, túléljük ezt a telet éhhalál nélkül. Picit soká indítottam be ezeket a termeléseket. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, fiúk, lányok, minden esetre én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszi a tippeket is, amit adtatok, megírtatok. Külön köszönet ugye a csatorna tagoknak, és mindenkinek, aki ugye itt volt, megnézte, lájkolta. Legyen csodás napotok, találkozunk legközelebb is. Addig is jók legyetek, hajrá, sziasztok!